Berceli Attila 10 évvel ezelőtti előkészítő munkájának volt köszönhető, hogy megalakult a PONSZ Danubii, a határon átnyúló területi együttműködési csoportosulás 3 felvidéki és 4 Komárom-Esztergom megyei város között Tata kezdeményezésére. 2009-től a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT vezetője, igazi innovátora. Tata marketing arculatának megálmodója, töretlen fejlesztője, nevéhez fűződik a Tata kártya bevezetése is. Sikeresen működteti a Fényes Fürdőt, a Fényes Tanösvényt, a Magyari Zoltán Művelődési Központot, az Új Kajakház Ökoturisztikai Központot, az Angol Parkot. A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület civil elnökeként megszervezte és összebarátkoztatta a városban és környékén működő turisztikai vállalkozásokat. A Városkapu ZRT a fenntartója az Eötvös József Gimnáziumnak is. A gerlingeni testvérvárosi kapcsolat önzetlen segítője. Tata Város Önkormányzat képviselőtestülete Tata városáért kitüntetés aranyfokozatában részesíti Berceli Attilát, a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT vezérigazgatóját, az általa irányított Tatai Városkapu Közhasznú ZRT-nek igazi innovátora, Tata Város marketing arculatának megálmodójaként, a turisztikai fejlesztések bővítésében, a testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésében tett sokoldalú, kiemelkedő, önzetlen tevékenységének elismeréseképpen. A köznyelv szerint a kitüntetéseket adják, de az a lényeg az egésznek, akik kapják, hogyan élik meg, hogyan értékelik, milyen szerepet tölt be az életükbe. Milyen érzésekkel fogadtál a kitüntetést? Az első pillanat, amikor megtudja az ember, hogy kap egy kitüntetést, az bizonyára azért a meglepetés. Aztán egy nagyon jó érzés, hiszen valahol, ha az ember a lelke mélyén is determinálja önmagát, hogy ő mit szeretne csinálni, és az én kitüntetésemhez olvasott indoklásban gyakorlatilag egy kicsit azt láttam, hogy az van benne, amit én szeretnék csinálni, így a Városkapu vezetőjeként, egyáltalán Tatán dolgozó emberként. És akkor jön egy nagyon érdekes pont, mert ilyenkor meg kell kérdezni mindenkinek önmagát, hogy miért is kapta ezt. És ilyenkor nem árt azért egészséges önkritikával állni a dolgokhoz, mert azért egy kitüntetés még akkor is, hogyha azt egy személy kapja, az egy csapatmunka. Nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy egy kitüntetéshez ne járuljon hozzá elsősorban a Jóisten kegyelme, aztán a család, a körülmények, a munkatársak, a kollégák, és számtalan olyan ember, akinek a közreműködése valamilyen módon kellett ahhoz, hogy azt lehessen mondani, hogy valakinek a tevékenysége sikeres. És ebben a pillanatban benne kell lenni a visszatekintésben annak, hogy azért nyilván persze lehet azt mondani, hogy vannak dolgok, amik jól sikerültek, de egy kitüntetés soha nem adhat okot arra, hogy azt gondoljuk, hogy valami tökéleteset alkottunk. Én azt gondolom, hogy az én tevékenységem is messze-messze van a tökéletestől. Szándékában bizonyára hullámzó intenzitással, hiszen az embert életében olyan impulzusok érik, amikor jobban tud egy dologra koncentrálni, valamikor másra kell, valamikor nem tud. De minden bizonnyal benne van az, hogy kell ennek a közösségnek az együttműködése ahhoz, hogy valakit ilyen elismerés érjen. Nem beszélve arról, hogy az is eszébe jut az embernek, hogy milyen jó lenne ezt megosztani azokkal, akik már nincsenek köztünk. Tehát akik hiányoznak, akiknek ezt megmutatná az ember. És szintén egy érdekes pont az, hogy egy kitüntetésig sok mindent lehet csinálni. Amikor valaki valamiért kitüntetést kap, utána már csak jól szabad csinálni a dolgokat. Tehát egyrészt ez egy nagy felelősség, vagyis na, innentől kezdve most már aztán tényleg jónak kell lenni, hiszen nem hozhatunk szégyent egy olyan közösségre, aki egy díjat odaítél valakinek. Kanyarodjunk a legelejére ennek a történetnek. Ha jól tudom, akkor Vácon született. Talán idézzük fel azt az időszakot. Kellemes gyerekkora volt? Milyen élete volt Vácon?
Vác egy nagyon szép város, és valószínűleg tényleg úgy van, ahogy az írók mondják, hogy igazából 12 éves korig egy ember mindent megkap ahhoz, hogy kialakuljon majd a későbbiekben valamilyen módon azt az élményhalmazt megkapja, ami befolyásolja őt karakterében, tevékenységében. Nagyon nagy szerepe van a szülőknek. Ugye, anyai ágon parasztok leszármazotta vagyok a nagyszüleimen keresztül. Láttam, hogy mit jelent szorgalmasan dolgozni. Megtanultam tőlük, hogy milyen a feltétlen szeretete a családnak, a családtagoknak. És hát nyilván egy kicsit azt is, hogy azért milyen bizalmatlanul fogadni az új dolgokat például. Tehát ez egy olyan érzés, amit az ember magával visz egész életén keresztül. Látja azt, hogy milyen a rendkívül szerény életvitel, a takarékosság. Apai ágon pedig valahogy a egykori úri világ leszármazottainak a maguk frusztráltságával, egy kicsit csalódottságával, ugyanakkor meg hihetetlen szabadság szeretetével, a művészetekre való fogékonyságával találkoztam. Ezek mind befolyásoltak engem már gyerekkoromban, és valahol egy kicsit éreztem is ebben egy olyan ellentétet ebben a származásban, ami valahol úgy viaskodott bennem mindig. Tehát az élet reális megítélése, felkészülni a dolgokra, ugyanakkor a másik oldalról pedig egy kicsit hagyni magát sodortatni az embernek az árral, és az életnek a kellemesebb oldalát megpróbálni élvezni. De összképében valahogy ezek az impulzusok mind segítettek abban, hogy talán olyan dolgokra koncentráljak, figyeljek, olyan dolgokat szeressek, amik későbbiekben hasznomra váltak. Vác külvárosában gyakorlatilag két dolog volt az, ami az ember nevelését befolyásolta, egyrészt a szülei, másrészt pedig az a gyerekközösség, ami ott az együttlakóknál kialakult. Hát ez tulajdonképpen egy olyan csapat volt, ahol a nagyok nagyjából eldöntötték azt, hogy tulajdonképpen miről is szóljon a mi életünk. Nem volt egy igazán demokratikus közösség, ugyanakkor az embernek ki kellett alakítani a maga szerepét egy ilyen társaságban, hogy ő most itt döntéshozó legyen, vagy végrehajtó. És én úgy éreztem, hogy én szeretem, hogyha egy kicsit én is befolyásolni tudom az eseményeket. Ugyanakkor ez nem volt könnyű dolog, hiszen ez egy, majdnem azt mondom, hogy egy örök viaskodás volt, de megtanított arra, hogy minden szituációban valahol meg kell keresni azt a megfelelő helyzetet, ami kintartja az ember fejét a vízből. Ez a későbbiekben nagyon jól jött. Tehát ez igazából egy gruntközösség volt. Nagyon erős baráti szálakkal, olyan erősekkel, amelyek a mai napig tartanak. És azért tudjuk azt, hogy a barátság az egy nehéz dolog, mert ápolni kell. Méghozzá tudatosan kell ezt ápolni, lemondásokkal is jár, önzetlenséggel. És ha valaki ezt folyamatosan éveken keresztül fent tudja tartani úgy, hogy egyébként a saját életében felmerülő események, gyerekek születése, munka emellett is tudja azt tartani, akkor az csak jó lehet, és én biztos vagyok abban, hogy aki jó barátságot tud ápolni, az már megfelelően tud hozzáállni a többi emberhez is. Ehhez mindenféleképp szükség van, tehát az elhatározásra, hogy ez működjön, nyilván sok más dologra, empátiára, akármilyen, de ezek mind fontos dolgok. Iskolákon fussunk végig, csak így leltárszerűen? Gyakorlatilag csak úgy lehet rajta valóban végigfutni. Tulajdonképpen nehéz volt számomra minden iskolát megélni, mert az az életmód, amit megkövetelt ez a külvárosi létforma, az nem segítette igazán a tanulást. És be kell valljam, hogy így ebből a szempontból, tehát elég hamar leváltam a szülői irányításról. Majdnem azt mondom, hogy önjáró lettem, és az, ami nem érdekelt igazán, azzal nagyon nehéz dolgom volt. Márpedig abban az időben kevés olyan dolog érdekelt, ami a tanuláshoz kapcsolódott, kivéve talán az irodalmat. Tehát azt lehet mondani, hogy egy bizonyos életkorig faltam a könyveket. Tehát abban a pillanatban, ahogy
szabaddá vált a szemem és a kezem, valamilyen könyv volt a kezemben. Ez nagyon sokat segített, rengeteg könyvet olvastam el, nagyon szerettem. Talán én voltam az egyetlen, majdnem mondhatom az egész gimnáziumban, aki örömmel olvasta végig az összes kötelező olvasmányt, legyen az bármi, és a későbbiekben sem volt ezzel gondom. Gimnáziumi tanulmányok, ez mind Vácon történt, majd az érettségi után engem rögtön elvittek katonának, határőr voltam, és mikor leszereltem, akkor utána néhány évet dolgoztam is, és ezek is alapvetően meghatározták a későbbi pályámat, mert az idegenforgalomban egy üdülőhelyen, egy relatív nagy szállodában és a hozzátartozó szállásinfrastruktúrában dolgoztam, és én észrevettem, hogy nagyon szeretem az idegen nyelveket. Tehát valami hihetetlen érzés az, amikor az ember szót tud érteni egy másik nemzetnek a fiával. És én az idegen nyelvtudást azért értékelem nagyon nagyra, mert ha valakinek van kellő szorgalma, elhivatottsága elérni egy olyan szintet egy nyelvtudásban, amivel dolgozni lehet, az sok mindenre megtanítja. Egyrészt az emberi nyelv mindent magában foglal. A hétköznapoktól kezdve minden területen meg kell tudni nyilvánulni, és az, aki meg tud tanulni egy idegen nyelvet, az egy kultúrát is megismer. És aki megismer egy kultúrát, az nyilván megszereti, mert ha nem szeretné, akkor nem tudná olyan mélységben megtanulni a nyelvét. Ha pedig megismerte, akkor onnantól kezdve sokkal elfogadóbbá válik. A nyelvtanulás önmagában így azt gondolom egy életmód. Tehát csak akkor tud valaki tényleg megtanulni valamit igazán jól, hogyha az nem egy szükséges kényszer kialakította tevékenység a számára, hanem az egész életét átszövi. És én ezt rendkívül élveztem, és a mai napig is. És innentől kezdve valahogy ki volt jelölve az út számomra, hogy ha már tanultam, akkor milyen jó lenne, ha taníthatnám is. Ráadásul ez abban az időben volt, amikor a nyelvtudás rendkívül felértékelődött. Annak idején mi a gimnáziumban leginkább általános iskolában az orosz nyelvet tanultuk. Egy kicsit úgy érzem egyébként, hogy az iskolák szempontjából mi a rendszerváltás vesztesei is voltunk, mert mi még az iskolában nem tanultunk olyan dolgokat, ami később már a munkaerőpiacra való kilépésnél szükséges volt, informatikát, idegen nyelveket megfelelő módon. Tehát minket a régi módon képeztek, de már egy teljesen új elvárásokkal bíró munkaerőpiacra léptünk ki. Nekünk nagyon sokat kellett iskolán kívül pótolni. Számomra ez a nyelv oktatása volt, tanár lettem, és jó darabig ez volt a fő munkám egyébként. Tanítani. Hol tanított, mert dolgozott? Először a Komáromi Jókönyvmúr Gimnáziumban tanítottam, utána pedig Győrben, és abban a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy Győrben nem csak taníthattam, hanem felépítettünk egy új iskolát. És rájöttem, hogy én nem csak az idegen nyelveket szeretem, hanem szeretek új dolgokat kigondolni. Nem egyedül, hanem itt is egy csapattal. Az a véleményem egyébként, hogy több ember biztos, hogy mindig okosabb, mint egy. És hogyha egy megfelelő struktúrában, megfelelő módon tudjuk a tudásunkat ötvözni, nem arra használjuk fel, hogy a másik tudását kiiktassuk, vagy anuláljuk, akkor ebből valami szépet lehet létrehozni. Érdekelt az, hogy hogyan lehet valamilyen célból egy intézményt kialakítani, tartalmi szempontból, minden egyéb más szempontból, hogyan lehet szervezni, és nagyon sok mindent tanultam ezen a területen. Valószínűleg a mai napig felhasználom ezt a munkámban. Mikor érkezett a tára? 2009? 2009 év elején. És milyen apropóból, vagy minek köszönhető, vagy egyáltalán az élet hozta így, hogy akkor Tatán volt lehetőség, vagy cél volt már Tatára kerülni valamilyen oknál fogva? Nekem valahogy mindig úgy hozta az élet, hogy minden egyes munkahelyemhez egy másik város társult. Akkor, amikor a győri pályafutásom befejeződött, akkor az ember komáromi lévén kereste azokat a lehetőségeket munkaterületén, ami számára megfelelő, és úgy alakult, hogy Tatán a polgármesteri kabinetben dolgoztam néhány hónapot. Nagyon szerencsés időszak volt, mert a polgármesteri kabinet az a pont, ahol nagyon gyorsan, nagyon sok embert lehet megismerni.
ott lehet talán leginkább a munkaterületnek azt a részét átérezni, ahol ez ugye összpontosul, és ez ilyenkor nagyon hasznos volt számomra hirtelen sok embert megismerni. Nehéz is, ugyanakkor lehetővé teszi azt, hogy talán mondjam azt az első kézből érezz át egy közösségnek a fontos dolgait, azokat a problémákat, lehetőségeket, amivel aztán később nyilván operálnia kell, hogyha egy olyan munkaterületre kerül. Akkor mi beszélgettünk, ez nem titok, és akkor sok dilemmával üzött, hogy vajon milyen várostat az itt élő emberek, hogyan viszonyulnak dolgokhoz. Azóta már fel tudtam érni is. Tehát ahhoz képest, amit gondolt, mi a való, vagy úgy is kérdezhetném, hogy milyen emberek a tataiak, hisz Győr után, Komárom után, vagy éppen Vác után már van összehasonlítási alap. Nem feltétlenül kell összehasonlítani a dolgokat, de ez is benne van valamilyen módon. Ha az ember bekerül egy közösségbe, akkor persze először fel kell mérni az adott helyzetet. Nekünk, magyaroknak talán van egy hibánk, hogy ha mi valamit akarunk csinálni, akkor megnézzük azt, hogy ez hol van, hol működik jól, és azt mondjuk, hogy hú, ez de jó, ezt hozzuk ide, ez itt is működni fog. Én erről nem vagyok meggyőződve. Szerintem mindig fontos az, hogy az ember tudja azt, hogy az ő környezetének mik az adott jellemzői egy bizonyos szempontból. Tehát mi a helyzet nálunk. És nagyon-nagyon ritka az, hogy ugyanazokkal a paraméterekkel tud mondjuk Tata valamilyen munkát végezni, mint mondjuk Budapest, hogy ez egyértelmű, de akár még a szomszéd városokat is mondhatjuk. Tehát nagyon apró dolgokon múlhatnak lényeges dolgok, ami a különbségeket tekintet. Tehát mindig az a fontos, hogy tudni, hogy mi a helyzet. És amikor az ember egy új munkahelyre kerül, akkor először persze szeretné tudni, hogy mi az adott helyzet, hiszen neki egy jó darabig az a feladata, hogy megismerje, hogy hogyan működnek a dolgok, és ebbe mint egy fogaskerék bekerüljön, tehát hasznára váljon a szerkezetnek. És majd eljön az a pillanat, amikor el lehet azon gondolkozni, hogy mit lehet változtatni azon, hogy az valóban egy észszerű, hatékony olyan változtatás legyen, ami tényleg szolgálja annak a közösségnek a hasznát. Ez dilemma, mert sok mindenen múlik. Az embert körülvevő munkatársak szándékán, az adottságokon, egy jó darabig azzal telik a dolog, hogy tudjuk meg, hogy mi az adott helyzet. Nem lehet elhozni szabályokat és átültetni egy másik helyre egy az egyben, és ugyanígy nem lehet egy-két szerkezet használati utasítását felcserélni még akkor is, hogyha ugyanazt a terméket gyártják. Valahogy ez volt a kezdeti része a dolgoknak. Biztos voltam benne, hogy Tata egy hihetetlen adottságokkal rendelkező város, és abban is, hogy a tatai emberek nagyon szeretik Tatát. És azt is tudtam, hogy azért ez a méretű város, ez egy olyan közösségnek fogható fel, ahol számít az, hogy sikerül-e valakinek, aki messzebbről jött, befogadtatnia magát. Ezért nagyon sok személyes háttere van az ilyen helyzetnek, és ez nálam is így volt. Az ismertetőben több olyan tevékenységet is felsorolnak, amely alapján kérdemelte ezt a díjat. Én nem mennék végig mindegyik területen, de azt a részét azért szívesen meghallgatnám, hogy egy kicsit kívülálló szemével mégis sikerült egy olyan városmarketinget létrehozni, ami korábban nem volt, de ugyanakkor az újdonsága mellett valahol ezt a várost fémjelzi, tehát sikerült megtalálni azokat a pontokat, azokat a, ha úgy tetszik, szlogeneket, vagy éppen logókat, amelyek leginkább jellemzik Tata városát, és gondolom, hogyha nem sértődik meg rajta, tehát egy nem tatai sokkal jobban meg tudta ezt fogalmazni, vagy meg tudta ezt csinálni, mint azok, akik mondjuk már hosszú évek óta itt éltek, vagy élnek. Pontosítsuk azért, tehát azért nem az történt, hogy Berceli Attila határozta ezt meg, leginkább itt érzem a csapatmunkát. Tehát leginkább ott érzem, hogy talán a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT révén olyan tataiak is szóhoz jutottak, olyan tataiaknak a véleménye is számítani kezdett, lehetőségük volt valahova behozni az ő tudásukat, aminek a
a keverékéből, egy együttműködésből létrejöttek azok, amik. Tehát ez biztos, hogy nem Berceli Attila műve volt, legfeljebb Berceli Attila nem akadályozta meg, vagy segítette inkább azt, hogy sok ember tudjon részt venni ebben a munkában. Gondoljunk arra, hogy 2010-ben jött létre a Tatai és Környéke Turisztika Egyesület, ahol egész konkrétan a tatai turisztikai szolgáltatók, akik bejöttek, onnantól kezdve már szervezett formában tudták elképzeléseiket, szándékaikat megvalósítani. Aminek ön az elnöke? Aminek igen, az elnöke vagyok. De ugyanígy akár a saját kollégáimat is mondhatnám, lehetőségük volt az elképzeléseiket felvetni, és én biztos, hogy nem voltam az a fajta vezető, legalábbis remélem, hogy ezt így gondolják mások is, akik a kollégáik ötleteire, elképzeléseire akár féltékenyek lennének, és együtt tudok örülni minden kollégám sikerével. Tehát ebből a szempontból bizonyára számít ez is, és fóruma lett ezeknek a dolgoknak. Tehát hivatalosan megjelent az, hogy Tatának egy vendéglátó városnak kell lenni, egy önálló arculattal, az Egyesületen keresztül is, remélem a saját gazdasági társunkon keresztül is, és valóban lett egy felülete ennek a filozófiának, hogy Tata legyen egy önálló arculattal megjelenő mások számára, jászberényiek, meg hódmezővásárhelyek számára beazonosítható város. De ezt kellettek a körülmények, hangsúlyozom. Azért ne felejtsük el, hogy kultúrára, turisztikára hihetetlen pénzt költött a város. Ez megint csak nem az én érdemem, ugye közhely, de jókor voltam jó helyen. Tehát nyilván... De hát azért olyan célokat kell megfogalmazni annak érdekében, hogy a város kölcsönre, ami megállja a helyét. Tehát ezt korábban is megfogalmazhatta volna bárki, vagy mondjuk egészen más összefüggésekben. Az én feladatom ebben az volt, hogy igen, hirdessem, aki ezen a területen dolgozom, hogy ez Tatának jó, ez Tatának kell, de azért a döntést nem én hoztam. Tehát hozták a városvezetők, a tataiak hozták, hogy igenis ezt a pénzt költsük erre a dologra, legyen egy fényes tanösvényünk, legyen felújított angol kertünk, ökoturisztikai központunk, tehát ez mind kellett maga a város. Nyilván valamennyire kellett hozzá a városkapu is, hogy emellé odálljon teljes mellszélességgel, hogy ezt a városlakók felé megfelelő módon kommunikálja, sőt úgy működtessük, hogy ez valóban a hasznunkra váljék, de úgy, hogy ezt még észre is vegyék. Tehát a helyzet ebben az, hogy nem egyszerű dolog, mert valahogy vegyünk egy gyereket, ugye nevelünk valakit, mert tudjuk, hogy a számára jó, de hányszor vonja ezt kétségbe maga az, akinek mi a jót szeretnénk megtenni. Itt nem tudjuk ezt megtenni. Itt észre is kell venni a tataiaknak, hogy ez az ő számukra jó. Tehát egész konkrét, exakt dolgokban kell látniuk, abban, hogy megfelelő körülmények között tudnak kajakozni a gyermekeik, vagy a családi rendezvényeket jó helyen tudják lebonyolítani. Ha jön hozzájuk egy vendég, olyan helyeket tudnak nekik mutatni, amire rácsodálkoznak. Ezek mind kellenek hozzá. Felsorolt néhány feladatot, sőt jó néhány feladatot. Ezek között van olyan, ami a szíve csücske. Nyilván, hogy itt akkor az ökoturisztikai központról, mint új kajakházról most beszélgetünk, éppen is csodálatosan szép a kilátás, tehát nagyon azt hiszem, hogy mindenki számára egy elismert beruházás, meg talán céljait, meg feladatát tekintve is az egyik legjobb, de hozzá kapcsolódik az angol kert, vagy éppen áttételesen még a Kossuth tér rehabilitációja is, de a fényes tanösvénytől kezdve magát a fényest is ide sorolhatjuk. Tehát rengeteg olyan feladat van. Van olyan, ami a vezérigazgatónak a szíva csücske, vagy nem tud ilyesmit csinálni pont azért, mert egyformán kell mérni. Hát a már említett idegen nyelv szeretete miatt a testvérvárosi kapcsolatok gondozása az nagyon fontos nekem. Egyszerűen élvezem azt, amikor németekkel, nem magyar anyanyelvűekkel tudok dolgozni. És ugyanúgy a turisztikai rész, ugye a városkapunk nagyon sok feladata van, a turisztikai rész, amit nagyon szeretek szervezni. Tehát itt vannak egész hétköznapi operatív feladatok, akár egy létesítmény konkrét működésének a kitalálása, mikor legyen nyitva, ki legyen ott, hogyan oldjuk meg a túravezetést, a munkaerőt, az ott keletkező feladatokat napi szinten, ne legyen ez akár technikai rész. De hát ezek mind olyan dolgok, amiket én kifejezetten élvezek. Tehát ezek felmerülő problémák, nem is könnyű ezeket mindig megoldani, de nagyon jó érzés azt látni, hogy valami elkezd működni, és amikor emberek mennek, és amikor a kollégáim büszkék arra, hogy a távozáskor megdicsérik, hogy milyen szép az a hely, amit láttak,
és milyen jó az a közösség, amikor dolgozik. Tehát talán ez a leginkább annak örülök, amikor a kollégáimnak a segítőkészségét, rátermettségét, tudását dicsérik. Ez egy nagyon jó érzés, mert azért az, hogy egy vezetőt hogyan fognak megítélni, hogy fog-e kitüntetést kapni majd valamikor évek múltán, vagy éppen nem fog, annak az egyik legjelentősebb döntéshozatali folyamatának az eredménye, hogy kiket választ maga mellé dolgozni. És ha már ott vannak, akkor milyen az a közösség? Az még nehezebb. Mert mindenki a munkájával tölti el valószínűleg a legtöbb időt. A Városkapu dolgozói talán még többet. Nagyon fontos az, hogy milyen légkörben, milyen vezetési szempontok alapján, milyen feladattal jönnek oda, mert nekünk nem csak a turistákat kell meggyőzni arról, hogy Tatára jöjjenek, nem csak a tataiakat arról, hogy vegyék igénybe a mi szolgáltatásainkat, hanem a saját kollégáinkat is meg kell győzni arról, hogy amiért dolgoznak, az egy nagyon szép feladat, és cserébe vállalják azt a sok kellemetlenséget, nehézséget, ráadásul örömmel. De adjuk a kezükbe akkor ennek a megoldási lehetőségét, tehát érezzék azt, hogy a Városkapu az tulajdonképpen egy olyan munkahelyi család, ahol az ő tudásukra is szükség van. Jó, a dolgozók háta mögött, vagy éppen előtte áll a vezérigazgató, mondjuk ön, de ön mögött áll egy család nyilván, mert a sikerek egyik kovácsa természetesen egy olyan család, amely biztos hátteret jelent. Így van. És hogyha kis hazánk összes problémáját vesszük, és elkezdjük boncolgatni, hogy annak mi az oka, akkor előbb-utóbb el fogunk jutni oda, hogy valami probléma van ma a családokkal. Én szerintem minden egyes bajunknak a megoldása lehet egy családi háttér, mert nem mindegy az, hogy ki honnan érkezik a munkahelyére, mit hoz be otthonról. Egy darabig le lehet tenni, bizonyos munkahelyeken nem lehetne letenni. Ugye mi sem örülnénk annak, ha mondjuk a pénztáros udvariatlanul, hanyagul számolva szolgálnak ki, azzal indokolva, hogy most neki otthon problémája van a családban. Márpedig nagyon nehéz megszabadulni még arra 8 óráig is, ha van probléma. Ugyanakkor valóban lehet úgy eljönni otthonról, hogy egy harmonikus család életben is ez nagyon sokat segít. Nagyon sokat segít az, hogy amikor hazamegyünk, akkor egyrészt mi már otthon kivel lehet megbeszélni a problémákat és hogyan. Én nagyon örülök, mert 2 felnőtt gyermekem és a feleségem hasonló, legalábbis a feleségemet tekintve hasonló fontosságú munkaterületről hazajövőre tudjuk azt, hogy mennyire számít az, hogy támogassuk egymást. És a feleségem egyébként, aki a Tatabányai Szakképzési Centrumnak a főigazgatója, és gyakorlatilag még munkakapcsolatban is vagyunk néhányszor, hiszen Tatán is van olyan iskola, ami az ő szervezetéhez tartozik. Egyrészt ismeri a tatai helyzetet, szereti, ismeri az én munkámat is, mivel én valamikor szintén dolgoztam tanárként, sőt iskolavezetőként, egy kicsit ismerem az övét, bár ugye sok minden változott, és nagyon nagy szükség az, hogy az ember ilyenkor kéz a kézben meneteljen. És az is szükséges hozzá, hogy lehetőleg a gyerekei is csak annyi problémát okozzanak, amennyi szükséges. A lányom már dolgozik egyébként környezetgazdálkodási mérnök, a fiam pedig most kezdi az egyetemet, egyébként ide járt a református gimnáziumba, úgyhogy napokban éppen az ő budapesti elszállásolásával foglalkoztunk, és akkor most reménykedve várjuk, hogy előtte is egy szép, érdekes pálya áll, de egy biztos, hogy ha sok problémától meg szeretnénk szabadulni, akkor tényleg azt kell, hogy a családokat kell mindenképpen megerősíteni. És mi, ha kicsit azt vesszük, ezen a területen dolgozunk. Ugye kérdés volt, hogy melyik a kedvenc területem, és azért a turisztika, mert nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy az emberek hogyan tudják megélni életüknek talán az évben az egyik legfontosabb szakaszát. Gondoljunk bele, hogy amikor egy család elmegy nyaralni, akár havi fizetésüknek a többszörösét is elköltik olyankor. Tehát komoly anyagi áldozatot hoznak azért, hogy a gyerekeik, ők maguk megfelelő módon rekreálódjanak, ezért nagyon fontos az, hogy kik dolgoznak Tatán ezen a területen, mert őket csak úgy szabad innen hazaengedni,
hogy kellemes élményük volt. Ez felelősség. Mert ők nagyon sok áldozatot hoznak azért, hogy ezt meg tudják tenni a gyerekeikért. És ugyanez vonatkozik a tataiakra, akik hozzánk jönnek, azok életüknek a legfontosabb pillanatait szeretnénk nálunk elérni, azt, amikor a családjukkal éppen a szabad idejüket töltik. Nem okozhatunk csalódást. És amikor a vezérigazgató szabad idejét tölti, ha van egyáltalán ilyen, akkor mi az, amit szívesen csinál? Minek van hobbija, vagy esetleg olyan elfoglaltsága, ami a személy szerinti feltöltődését jelenti? A szerencsés ember az, aki elmondhatja, hogy a munkája egyben hobbija is. Tehát én mondhatom azt, hogy amikor kimegyek a létesítményeinkhez, és ott beszélek a kollégákkal, megnézem, hogy mit csinálnak. Egy kicsit hobbim is. Hobbim az, hogy kitaláljam, hogy mondjuk egy működési feladatot hogyan oldunk meg, hogyan oldjuk meg a gyakorlatban, milyen adminisztrációs, pénzügyi háttérrel, technikai háttérrel. Tehát majdnem azt lehet mondani, hogy azért ez egy építkezős játék. Kicsit a hobbim. Mai napig nagyon szeretek idegen nyelvet tanulni. Feltett szándékom, hogy még a hátralévő éveimben, amiből még azért bízom benne, hogy van jó néhány, még nagyon komoly új nyelvismeretre fogok szert tenni. Hobbim egyébként például a motorozás, ez nem önmagában a motorozás, nem egy motor üléséből felfedezni olyan tájakat, amiket még nem láttam. Ez van még bőven a mi környékünkön is, úgyhogy azért ez nem kell nagyon messzire menni. Mindig más aktuális hobbim van, amikor éppen zenélni szeretek, nagyon van, amikor... Tényleg, ha már zene a tatadal, az hogyan jött? Hisz nem tudom, hogy tudják-e nézők, vagy sokan tudják, vagy kevesen, de ugye a honlapon azért már pörög rendesen. Tehát van egy szép tatadal, aminek a szerzője. Lehet, hogy ilyen javíthatatlan álmodozó vagyok, és amellett meg egy érzelmes ember, és mindig, amikor úgy valami nagyon meghat engem, és ez lehet sok minden, lehet egy szép látvány, egy nap felkelte az öreg tavon, akkor úgy valahogy mindig ilyen irodalmi dimenziókba repít engem, de a konkrétum az volt, ha jól emlékszem, abban az időben, hogy több olyan kollégám is volt, aki zenélt. Tehát akkor kollégánk volt például Varga Lilla, voltak olyanok, akik gitároztak, doboltak, és ahogy így végignéztem a kollektíván, láttam, hogy itt minden megvan ahhoz, még a stúdió háttértudás is, hogy egy ilyen dolgot csináljunk. Nyilvánvalóan el kell kezdeni, akkor fogtam magam, aztán leültem, és egy gitárral megcsináltam ennek a dalnak az alapjait, és utána a kollégákkal kidolgoztuk. Nem tartott sok ideig, és nem munkaidőben csináltuk egyébként. Nem is tudtuk volna úgy, de mi nagyon szeretjük. Ahogy elkezdte mondani azt, hogy meghatják dolgok, az ütött eszembe, hogy a Csíkos Ing mögött egy romantikus lélek van? Valószínűleg igen, de ügyesen titkolom, amikor szükség van erre. Akkor ezt nem boncolgatom tovább. Viszont így a beszélgetésünk vége felé azért a tervekről is szeretném, hogyha beszélne. Rengeteg olyan munkaterület van, ami önmagában is kihívás, meg nyilván, hogy nem állhat meg a folyamat, de hát ezen kívül gondolom még a tarsolyban van más is. Igen. Egy nagy építkezésem van túltata a turisztika és a kultúra területén. Persze vannak még olyan pontok, ahol még tovább lehetne építkezni, de most már állnak a házak, és most az a feladatunk, hogy elkezdjük díszíteni. Tehát van sok olyan pontunk, létesítményünk, amelyek megvannak, annak a működését kell tökéletesíteni technikai szempontból és marketing szempontból. A marketing az itt azt jelenti, hogy mit akarunk eladni. Tehát mi az, amit mi áruba tudunk foglalni kapcsolódva ezekhez a pontokhoz. Hozzátartozik az, hogy még két nagy feladat áll előttünk, ugye a topos pályázatok keretében nem is olyan soká lesz még egy kőfaragóházunk, és lesz még egy az egykori Kristályfürdőn területén lévő turisztikai attrakciónk. Ezeket ki kell még tartalmilag gondolni, de utána egy olyan időszaknak kell következni, amikor már a részletekbe kell elmerülni. Egy jó darabig nem kell túl nagy lépést tenni, most Tatának mindene van, most ezeknek a minőségét, szolgáltatási rendszerét, árukínálatát kell fejlesztenünk, bővítenünk. Ez egy nehéz feladat, mert
olyan, mintha azt mondanám, hogy jó, most kaptál egy teherautót, de most mit fogsz vele csinálni? Tehát ott meg kell keresni a partnereket, ki kell találni, hogy melyik területen mit akarunk tenni, és egy hosszú, de igazán kreatív feladat vár mindenkire. Bízom benne egyébként, hogy ebben meg lesznek a partnereink, mert a partneri kör készen áll. Az egyesületünk jól működik, aktív tagokkal, megfelelő szándékokkal. A Városkapu és partnereinek a köre áll, vannak nehézségeink ugye a munkaerőt tekintve, de legalább akkor ezen a területen is kell, hogy szülessenek fejlesztési szándékok, és akkor az irány így most adott erre jó néhány évre előre. Ezek voltak azok a célok, amelyek mondjuk mint vezérigazgatót motiválják nyilván, és a magánembert, a Tata Városért aranyfokozattal kitüntetett Berczeli Attilát? Vannak még feladataim, családi. Szeretném, hogyha a kisebbik gyermekem sikeresen diplomázna. Szeretném azt, hogyha a munkám mellett még néhány régi álmom teljesülne. Van bakancs listája? Nincsen igazán. Tehát valahogy érdekes dolog, nem fogom úgy érezni, hogy lemaradok bármiről is. Ez megint egy érdekes dolog. Nem akarok titkot elárulni, én hívő embernek érzem önmagamat. És ugye ha azt vesszük, hogy a jelen embere az úgy tekinti, hogy van 70-80 éve, aztán utána semmi, ebben mindent bele akar sűríteni ebbe a 70-80 évbe. És valami fejvesztett, kétségbeesett versenyt fut önmagával, hogy legyen bakancslistája, és azt minél gyorsabban megcsinálni. És ez nagy baj, mert az ember nem biztos, hogy objektíven tudja meghatározni neki, mire van szüksége a későbbiekben, és hogy aztán végleg lemarad dolgokról. A középkor emberének volt átlagban 30 éve, és ott volt az örökké valóság. Na én valahogy úgy gondolom, hogy amire nem lesz időm ebbe az életbe, majd lesz az örökké valóságban. Remélem, ebben hiszek, és ebben bízom. Ugyanakkor, ha a lehetősége meg lesz, ha a körülmények lehetővé teszik, akkor szeretném látni úgy az óceán, hogy oda motorral megyek el a feleségemmel például. Szeretnék úgy tudni angolul, hogy a buszon mögöttem beszélgető angolokat is értsem a nagy zajban. És ami a legfontosabb gyerekeimnek is, ezt szoktam mondani, hogy két dologra kell nagyon vigyázni. Már akkor, amikor az ember választ. Az egyik az egészsége. Tehát az egészséget visszanyerni nagyon nehéz. A másikon én már túl vagyok, hála Istennek, Isten áldásával, de az meg a párválasztás. A gyerekeimnek is azt szoktam mondani, hogy ott nagyon nehéz visszafordítani dolgokat. Ez a két dolog nagyon fontos. Ugyanakkor szeretném továbbra is ápolni a kapcsolatot a barátaimmal, a kollégáimmal. Az az igazság, hogy a békesség és jó érzés kíséri az embert a mindennapokban, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy valahol jól csinálta.